Bár egyetlen érdemi döntést hozó bizottságban sem kaptak helyet a Fidesz képviselői, és a meghatározó városi cégek felügyelőbizottságainak többségéből is kiszorultak, Márti Péter a Fidesz-Szexárdi frakció vezetője mégis azt mondja, hogy együttműködnek az Ilyen-Szexárdal, mert ez a város érdeke, ahogyan együttműködnek a polgármesterrel is. Az Ilyen-Szexárd frakció viszont a polgármester és a közgyűlés korábbi döntéseit szinte kivétel nélkül szeretné felülbírálni, ez pedig szerinte feszültséget szül és veszélybe sodorja a város fejlődését egyszerűen vétózni akarnak mindent, én ezt látom, és nekünk nem ez az érdekünk, előre felé kellene menni, tehát például a uszodával már működhetne az uszoda, hogyha januárban megkö, vagy közelebben lenne, hogyha januárban megkötjük azt a szerzős módosítást, amit végül is a vészhelyzeti üzemmódban a polgármester megkötött, tehát ezek nem hiszem, hogy jók. Pedig az Uszoda állami támogatásból a Modern Városok Program részeként épül Szexárdon, ezért ha a projekt nem valósulna meg, az eddig elköltött pénzt vissza kell fizetni. Veszélyben van az orvosi rendelőre nyert uniós támogatás is a Szabódezsi utcában, és áll a rekreációs központ építése is, aminek a látvány terveit idén mutatták be. Ezt a korábbi városvezetés az élményfürdő és a még épülő Uszoda mellett tervezte kialakítani, és a támogatást is erre a helyszíre kapja a város az államtól, a épülete is készen van. Az az ilyen szexált frakció viszont az évek alatt lezárt, statikailag veszélyesen nyilvánított régi úszoda épületében alakítaná ki azt. Sorolja a frakcióvezető a fejlesztéseket, amik szerinte veszélybe kerültek. Az, hogy a rekreációs központ nem azon a helyen lesz, ahova a modellvárosok programban megvan a megállapodás, és épülhetne, az nem biztos, hogy szerencsés dolog a polgármester, ezzel nem ért egyet, előző döntések voltak, itt van egy feszültség, de szinte mindenbe van egy feszültség. Máté Péter szerint szexed épüléséért előrefele kéne nézni. Ők ezt teszik, és ezért hajlandóak bárkivel együttműködni, aki a város javát akarja szolgálni.